Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy aktuális szerelmi jóslás, ahol feltesszük a három legfontosabb kérdést. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát és mit fog tenni. Itt felül és alul ez a két kártya jelenti az ő gondolatait és terveit. Ez a kép utal a téli álomra, egy nyugodt helyzetre. Lehet, hogy ő most visszahúzódik, megvannak az álmok, a tervek, de még nem akarja ő ezt megvalósítani. Ez a kártya utalhat a téli hónapokra is, hogy ez a terve, hogy télig ez a terv megvalósuljon. Tehát nem sieti ő el a dolgokat. Ez a tél lehet a múlt is, hogy bizonyos emlékek visszatérnek a múltból, amit ti átéltetek a téli hónapokban. Ez a kártya azt jelenti, hogy meg akar tartani valamit, ami számára értékes. Itt van a kincses láda, és te is itt vagy a kincses ládán, ő meg akar tartani téged. Az is lehet, hogy fogva tart téged, és nem akar elengedni. Az érzelmei itt bal oldalon láthatóak. Itt van a tanulás. A tanulás az élet iskoláján. Lehet, hogy nála vannak ilyen feladatok, vagy úgy gondolja, úgy érzi, hogy te tanulsz most egy bizonyos helyzetből. Persze ez a tanulás lehet egy továbbképzés is. Itt látható a mágikus patak, és ennek van egy tisztító hatása. Ő tisztázni szeretne veled bizonyos dolgokat. És itt van a Szent Tó. Ezek az álmok, az elképzelések, és ezek az ő céljai. Lehet, hogy most tanulja azt veled együtt, hogy lehetne ezt mozgásba hozni, hogy lehetne ezt megvalósítani. Mit fog tenni, az itt látható. Ez a kép a hallgatásra utal. Nem arra, hogy csendes időszak van, hanem azt jelenti, hogy ő meghallgatja azt, amit te közölsz vele, vagy fordítva, hogy megvannak ezek az elvárások, hogy te figyelj oda rá, hallgass őre, hogy milyen tervei vannak, mit szeretne télig megvalósítani. Itt látható az aranypalota, és ezek a célok, az álmok, az elképzelések, ezek az ő tervei. De azt szeretné, ha te odafigyelnél erre, ha hallgatnál rá. És itt látható, hogy mennyire fontos az, hogy legyenek ilyen távoli tervek. Nem kell ezt most így a napokban átélni, az a fontos, hogy a következő hónapokban valósuljon ez meg. És megnézzük, hogy még mit mutatnak a kártyák. Az ő téli álma, ez a passzív időszak. Itt látható a ravasz róka. Ez jelentheti az ő gondolatait, érzelmeit, mégpedig a negatív gondolatokat, a negatív érzelmeket. Ó, ebből úgysem lesz semmi, én félek ettől az új kezdettől, és emiatt van ez a szünet, ez a csendes időszak. Persze, azt is jelentheti a ravasz róka, hogy van egy hamis személy a környezetében, aki szeretné ezt megakadályozni, ezért nem akarja a dolgokat elsiettetni. És itt van a kincses láda, ami fontos számára, amit őriz, amit meg akar tartani. Itt a hegy, az jelenthet egy hegyvidéket is, lehet, hogy ez az álma,
vagy fontos számára, értékes számára egy kirándulás, vagy például egy ház vétele a hegyekben, de jelentheti még a korlátozásokat is ez a hegy, mert itt valaki figyeli őt, van még hamisság, és ez korlátozza abban, hogy a céljait megvalósítsa, amiről álmodik, álmodozik, ami számára nagyon fontos. És itt a tanulás, mit kell neki tanulnia, vagy neked. Hát itt tulajdonképpen rólad van szó, te tanulsz most valamit. Ez lehet egy iskolázás, vagy odafigyelsz bizonyos dolgokra, és átlátsz bizonyos dolgokon, hogy tanulsz az élet iskoláján. Például, hogy rájöttél arra, hogy itt van egy hamis személy, itt vannak még akadályok. És a mágikus patak, mi tisztázódik itt? Ez a torony lehet egy hivatalos dolog, vagy egy bírósági ügy. Itt most tisztázódnak bizonyos dolgok, rendeződnek ezek a dolgok. Amit a torony még jelenthet, hogy fogva érzitek magatokat ebben a toronyban, mert vannak félelmek, vagy bizonytalanságok, ami blokkol benneteket, de itt most kiléptek ebből a helyzetből, és akkor itt megvan a tisztaság, a mozgás, előre folyamodnak az események, és a Szent Tó. Itt megjelenik a hit, hiszen ez a kereszt utalhat vallási témákra, vagy erősíti a hitét, hogy hisz abban, hogy ez az elképzelés tényleg megvalósul. Ez a kereszt kihat a sors utatokra, meg jelent fontos döntéseket, hiszen elérkezik az élet útján ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkozik azon, hogyan tovább, milyen irányba. Az aranypalota, ez a magas cél, amit veled együtt szeretne elérni, itt szerencse lesz. El fogjátok érni a céljaitokat. Mire kell odafigyelni? Itt utazásokról van szó, vagy egy idegen nyelv tanulásáról. És a távoli tervek, ez lezáródik. Lehet, hogy voltak eddig tervek, de ez nem volt egy jó irány, vagy nem hittetek ebben. Most ezt befejezitek, lezáródik, és akkor felmászol ide a csúcsra, és lesz egy új irány. Más a tekinteted, másfele figyelsz oda, és ő ezt közli veled. Valami eddig reménytelen volt, az most lezárul, de mégis itt a remény, hogy legyen itt egy új irány, egy új cél, például magasabb tervek, mint eddig. Itt a kártyák jelenthetnek külföldi kapcsolatokat is. És az ő energiája, itt a szerelemről van szó, és ő ezt kimutatja. A te energiád. Itt vannak még fájdalmas emlékek a múltból, vagy bizonytalan vagy, mert nem tudod, hogy milyen szándékokkal közeledik hozzád, és félsz attól, hogy lesznek nézeteltérések. Persze ez a kártya utal egy más személyre is a közeledben, aki megpróbál vitázni veled. Ez lehet egy örökösödési ügy is. Ezt le kell zárni, és akkor lesz itt egy szerencsés fordulat. És ez volt az aktuális szerelmi jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra.
leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy örülnék annak is, ha meglátogatnál a Facebook oldalon, Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta megjelenik a Maja Naptár. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!